Tina Robotikai Akadémia. 2. Fejezet álomszekvencia 1 Kukac Kaméleon Junior Középiskola 1. Epizód Jan 2021-01. Aki azt gondolta, hogy jó ötlet lenne szörfözni néhány perccel az iskola megkezdése előtt, soha nem lesz ideális jelölt a Tida Robotics Junior Academy 7. osztályos sportolóinak a 2016 és 2017 közötti tanévre. Mi, 3 hetedik fiú elég jól tudtuk. A Tida Robotics Junior Akadémia sem nem támogatta, sem el nem fogadta hallgatóinak részvételét sem szervezett sportokban. Szerda volt, és az iskola árkolásának fogalma vonzó volt a megfázás elleni küzdelemben. A rákok, teknősök és tollas élőlények lábnyomai és karnyomatai jól láthatóan a homokos úton haladtak. A domb tetején a Kokomo Beach Drive párhuzamosan futott a parttal, majd körülbelül 5 mérföldnyire ívelt balra az úton a part nyugati csúcsánál. Túlzásba vitték biztonsági mellékleteikkel. Hogy a deszkáik nem karcolódtak, és hogy izgatottan ordítóan visítottak, elválasztotta őket a szörfözó helyiektől. Maui és Kaif között álltam. Mindketten körülbelül 1 centivel magasabbak voltak, mint én. Mesztelen és cipőtlenek voltunk. A nadrágunk tegnapi volt. A deszkáinkra boka húrokat rögzítettünk, amelyeket egyenesen tartottunk a jobb kezünkben. Hallgattuk a rohanó víz hangját, amely puha szél kíséretében pihent a partvonalnál. A nappali fény az elménkkel játszotta az ördög szószólóját. Problémás volt 15 percig szörfözni, majd futni az akadémiára. Jill P. Jacqueline igazgatónak, vagyis a dráma királynőnek dürohama támadna nedves hajunk és rövid nadrágunk felett. A múltban 3-at és másokat fogott el így. Vagy most volt, vagy soha. Az idő nem volt a mi oldalunkon, és úgy tűnt, hogy kevesebb van belőlünk, amikor csak a saját dolgainkat akarjuk csinálni. Az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy nem szörfözünk. Leválasztottuk a húrokat bokáinkról, a karjaink alatt hordtuk a deszkáinkat, és elkezdtünk túrázni vissza a főútra, amely mintegy 1/4 mérföldnyire volt felfelé a homokos dombon a Kokomo strand tengerpartjától. A fehér homok hűvösnek érezte magát a lábunk alatt. Ezt az utat mi és a helyi lakosok több éven keresztül viselték a földbe. A turisták csak akkor tudnának erről az útról, ha elvesznek és akaratlanul is rábukkannak. Az út mindkét oldalát bokrok, cserék, virágok, palánták, egyéb lombok és ajnövények töltötték meg. Méhek, gyíkok és rágcsálók tülekedtek, amikor elhaladtunk. A rákok, teknősök és tollas élőlények lábnyomai és karnyomatai jól láthatóan a homokos úton haladtak. A domb tetején a Kokomo Beach Drive párhuzamosan futott a parttal, majd körülbelül 5 mérföldnyire ívelt balra az úton a part nyugati csúcsánál. Mindkét irányban 2 sáv volt. Az első sávokat általában parkolóautók és túrabuszok töltötték meg. Az út két oldalán számos, a turistákat kiszolgáló vállalkozás állt, benzinkutak, szállodák, panziók, ajándékboltok, tengeri kölcsönzők, éttermek, kávézók és fagylaltok. A Kokomo Beach Drive vállalkozásai mezítláb és mesztelenül, deszkáinkkal a hónunk alatt gyarapodtak, az utca túloldalán végigvonultunk és beléptünk Kai családjának a Maritime Rentals üzletébe. Szülei, 2 felnőtt testvére és nagyszülei jó 3 évtizeden át üzemeltették az üzletet. Rendszerint munkaidőben az ügyfelek vagy berendezést béreltek, vagy visszaküldtek. Eljutottunk a hátsó szobába, ahol Kai nagyszülei javítottak valamilyen felszerelést. Kacsintottunk és bólogattunk feléjük. A tábláinkat a kijelölt állványra halmoztuk, elővettük az iskolai cuccainkat, felvettük pólóinkat és papucsunkat, majd kiléptünk a hátsó ajtón. Taxival mentünk az akadémiára. A Tida Robotics Acadori Honolulu forgalmas üzleti negyedének központjában található. Maga az épület beolvat más üzleti épületek közé. A turisták nem tudták, mi volt, amikor meglátták. A legtöbben azt gondolták, hogy az akadémia egyszerűen egy másik vállalkozás. Szerkezete tökéletes kocka alakú volt, 1 négyzetmérföld széles és 15 emelet magas.
A tetőre csatlakozó négy nagy fekete ablak kialakítása szórakoztató központként szolgált egy cineplexel, egy hatalmas szabadtéri medencével, néhány röplabdapályával, autentikus tengerparti homokkal, néhány üzlettel és számos étteremmel, hogy csak néhányat említsünk. Földszintje az utcai kijárat volt, 5 emelet volt alul és 5 emelet fent, valamint a tető. Számos eljárást és protokollt kellett végrehajtani, mielőtt bármely hallgatót vagy felnőtt kutatót beengedtek volna. Miután átért a Honolulu Bulvár utcai főbejáraton, egy ovális alakú, teljesen automatizált recepcióval találkozott. Mr. Ed, a robot recepciós fogadta mindazokat, akik ácsétáltak a bejárati ajtón. Egyenként haladtunk a kijelölt helyre, hogy átvizsgáljuk magunkat, kezdve az arccal és a szemekkel, új lenyomatok és a DNS illesztése. Utoljára voltam. Kétségbeeséssel panaszkodtam, Ed úr, én vagyok. Nincs szükség formalitásra. Minden nap lát. Mr. Ed, az IORCA nevű robot biztonsági automatika, integrált, automatizált maradék számítógépesítés mindenki számára. A TIDA Robotics Academy minden hallgatójának és felnőtt kutatójának át kellett adnia a belépést. Mi diákok becenevet vetettünk rá Ed úrra, mert ezeknek a robotoknak a fejének állítólag egy troganló fejéhez kellett hasonlítania. 25 trójai falovú IORCA volt. A középső állomáson jártunk, az IORCA 13-ban. Mr. Ed 13 azt mondta, nem tehetek, partner. Nincs kivétel. A bioképeket eseti alapon felülbírálják. Miután elhaladtunk a recepción, felmentünk a kék színű lifttel, amely a diákokat az osztályterembe és a hallgatói kutató emeletére vitte. Voltak más diákok és néhány felnőtt kutató is, akik visszahúzódtak. TIDA Robotikai Akadémia 2. Fejezet Álomszekvencia 1 Kukac Kaméleon Junior Középiskola 1 Epizód Jan 2021-01. Aki azt gondolta, hogy jó ötlet lenne szörfözni néhány perccel az iskola megkezdése előtt, soha nem lesz ideális jelölt a TIDA Robotics Junior Academy 7. osztályos sportolóinak a 2016 és 2017 közötti tanévre. Mi, 3/7 fiú elég jól tudtuk. A TIDA Robotics Junior Akadémia sem nem támogatta, sem el nem fogadta hallgatóinak részvételét sem szervezett sportokban. Szerda volt, és az iskola árkolásának fogalma vonzó volt a megfázás elleni küzdelemben. A rákok, teknősök és tollas élőlények lábnyomai és karmnyomatai jól láthatóan a homokos úton haladtak. A domb tetején a Kokomo Beach Drive párhuzamosan futott a parttal, majd körülbelül 5 mérföldnyire ívelt balra az úton a part nyugati csúcsánál. Túlzásba vitték biztonsági mellékleteikkel. Hogy a deszkáik nem karcolódtak, és hogy izgatottan ordítóan visítottak, elválasztotta őket a szörfözó helyiektől. Maui és Kaif között álltam. Mindketten körülbelül 1 centivel magasabbak voltak, mint én. Mesztelen és cipőtlenek voltunk. A nadrágunk tegnapi volt. A deszkáinkra bokahúrokat rögzítettünk, amelyeket egyenesen tartottunk a jobb kezünkben. Hallgattuk a rohanó víz hangját, amely puha szél kíséretében pihent a partvonalnál. A nappali fény az elménkkel játszotta az ördög szószólóját. Problémás volt 15 percig szörfözni, majd futni az akadémiára. Jill P. Jacqueline igazgatónak, vagyis a dráma királynőnek dürohama támadna nedves hajunk és rövid nadrágunk felett. A múltban 3-at és másokat fogott el így. Vagy most volt, vagy soha. Az idő nem volt a mi oldalunkon, és úgy tűnt, hogy kevesebb van belőlünk, amikor csak a saját dolgainkat akarjuk csinálni. Az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy nem szörfözünk. Leválasztottuk a húrokat bokáinkról, a karjaink alatt hordtuk a deszkáinkat, és elkezdtünk túrázni vissza a főútra, amely mintegy 1/4 mérföldnyire volt felfelé.